Folytatjuk az előző rövid bejátszást egy stúdióbeszélgetéssel. Már itt köszönhetem a stúdióban dr. Dobos Róbertet, a Jászberényi Járási Hivatal vezetőjét. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Köszöntöm a nézőket, jó napot kívánok. Gyakorlatilag csak megerősíteni tudjuk az előzőekben elhangzottakat, és egy kicsit a háttérről tudunk beszélni. Korábban a jelenleg rendezetnek mondható közigazgatáshoz képest úgy tűnik, hogy egy kaotikusabb helyzet volt, amit mindenképpen változtatni kellett. Mondja meg nekem, hogy miért volt szükség a változásra? Azért, mert nem ezt a szemléletet képviselték régebben a hivatalok munkatársai, vagy nem megfelelően voltak felkészítve. Ugye azt is tudjuk, hogy azért nem volt egységes sem a színvonal, sem a háttér, amiben dolgoztak ezek az emberek, vagy nem megfelelő emberek ültek a megfelelő székeken. Tehát miért volt szükség a változásra, és mi indukálta a változást? Hát én azt gondolom, hogy ezt a kérdéskört mindenképp több oldalról érdemes megközelíteni. Az egyik az valóban az ön által említett szervezeti struktúrabeli tagoltsága az államigazgatás rendszerének, amely gyakorlatilag mind a színvonal, mind az eljárás, mind a működési mechanizmusok tekintetében jelentős különbségeket generált a magyar államszervezet működése tekintetében. Ugyanakkor ez a különbözőség az államszervezet gyors reagálási képességét is azt gondolom, hogy jelentős mértékben csökkentette. Az idők pedig, ahogy tapasztaljuk a mindennapok szintjén, megváltoztak, és a gyorsaság, a gyors ügyintézés alapvetően a minőségi színvonal és az ügyfélkiszolgálásnak egy alapillérévé vált a mindennapok szintjén. Ez ugyanúgy igaz a gazdasági élet szereplőire, mint a magánszemélyekre. Tehát az ügyfelek részéről egy jelentős elvárás az, hogy minél gyorsabban, minél dinamikusabban el lehessen intézni az ügyeiket. Éppen ezért szükséges volt egy olyan egységes színvonalú, egységes szervezeti struktúrába takolt államszervezet létrehozására, amely ezt az elvárásrendet ki tudta elégíteni, és így módon, ha úgy tetszik, mind a társadalmi, mind a gazdasági élet szereplőinek elvárásait kielégítette, és adott esetben hozzájárult a gazdasági élet szereplőinek versenyképességének növeléséhez, vagy pedig a társadalmi elvárásoknak a kielégítéséhez. Hogyha jól értem, és fordítsuk le ezt ugye konyha nyelvre, az időpénz. A gazdaságban meg pláne, de hát nekünk is, hiszen nem azzal szeretnénk eltölteni a napjaink nagy részét, hogy ezeket a hivatali ügyeket intézzük, hanem szeretnénk a lehető legjobban, leggyorsabban letudni ezeket a dolgokat, mert megyünk a saját dolgunkra. Erről van szó, alapvetően nem is gondolnánk, hogy ez a rendszer átalakítás ezt is hozta magával. Rátapintott a lényegre, tehát valóban ennek a konklúzió és a summázata, amit az imént elmondtam, ez. Tehát az időpénz, ez egy nagyon fontos tényező. De természetesen az átalakítás oka és célja nem merül ki önmagában az időpénz megközelítése ebben, hiszen rendkívül fontos elvárásként fogalmazódott meg az elmúlt időszakban szinte valamennyi ügyfelünk részéről, és az országos szinten én azt gondolom, hogy elvárható tapasztalatként jelen van, az pedig a kiszolgálás stílusra vonatkozó minőségi elvárásait jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy egy jól működő szervezeti struktúrát egy jól felszerelt modern tárgyi eszközállománnyal egyfajta emberi minőséggel is meg kell tudnunk tölteni. Ez pedig nyilvánvalóan a stílusjegyekben fejeződik ki, tehát azokban a személyes kompetenciákban, amit leegyszerűsítve mondjuk udvariasságnak is hívhatnánk. Ugye az előző bejátszás arról szólt, hogy hogyan adták át csütörtökön délelőtt az új kormányablakot. Miért most adták át az új kormányablakot? Mert ugye a bejátszásból arról is hallhattunk, hogy ez már nem az első, hanem már a 8. a megyében. Így igaz, ugyanakkor, ha az elmúlt időszak eseményeit alapul vesszük a járság tekintetében, akkor láthatjuk azt, hogy a közelmúltban, a mi járásunkban már 2 kormányablak átadására is sor került. Ugye jól tudjuk, hogy járásunk 2 kisebbik városában, Jászáros-Szálláson és Jászfényszalón már működő kormányablakokkal számolhatunk. És hát természetes, hogy a források felhasználása és az építkezések ütemezése során az is szempont, hogy valamennyi járás tudjon rendelkezni kormányablakokkal. Természetes prioritásként jelenik meg a központi célkitűzések szintjén az is, hogy a járások székhely településein ugyanakkor mindenképpen legyenek kormányablakok. Így módon Jászberény a maga potencialitása, gazdasági ereje, súlya és jelentősége és lakosság száma okán nem maradhatott ki ebből a sorból. De az időbeli ütemezés az így módon realizálódott. Ami viszont én azt gondolom, hogy mindenképpen összességét tekintve pozitívumként értékelhető, hiszen a járság ennek a kormányablak projektnek egy nagy nyertese, hiszen a mi járásunk megyei szinten is adott esetben szinte egyedülálló módon, de országos szinten sem biztos, hogy
túl sok járás tudhat magáénak három kormányablakot, és ezeket a plusz szolgáltatásokat, amely a feladatok, illetve a ügyfélfogadási időszintjén jelenik meg, három városunkban és a vonzás körzetében élő ügyfeleink részéről tudjuk nyújtani a lakosságnak. Az anyagban is hallottunk számokat. Plusz 18 órával megnő az ügyfélfogadási idő, illetve hát a vége felé már bődületes számokról beszéltünk, mert ugye most 81 néhány ügykörrel nőtt meg az intézeti ügyek száma, de azt mondják önök, hogy jövőre akár 1000 ügyet is elintézhetünk egy kormányablakban. Hogy tud ez működni? Így igaz, itt megint, ha megengedi egy történeti visszatekintésre, azért mindenképp utalni kell, hiszen hogyha végig gondoljuk a kormányablakok fejlődés történetét, a közelmúlt eseményeit alapul véve, akkor láthatjuk azt, hogy kevesebb, mint 30 ügytípussal indultak még az első kormányablakok. Most, ahogy ön is említette, az idei év során, júliusban és augusztusban is hatályba lépő jogszabálymódosulások újabb ügytípusokat realizáltak, amely mindösszesen már 423 ügytípus jelent, tehát egy jelentős ugrás, tehát láthatjuk, hogy egy folyamatnak a részeként folyamatosan növekednek azok az ügyek, amelyek vagy direkt módon elintézhetők, vagy tájékoztató jellegű információk kaphatók, vagy elindíthatók a kormányablakokban. És a működési mechanizmus pedig nem túl bonyolult. A végcél az egyablakos ügyfélfogadási rendszer, illetve az egyablakos ügyfélkiszolgálásnak a kialakítása, országos szinten egységes. Milyenek a motorja? Van egy rendszer, hogy erről olvastam egyébként, hogy uniós támogatással sikerült valami nagyon komoly háttérrendszert, számítógépes rendszert kiépíteni, vagy pedig már ennyire felkészültek azok a hivatali dolgozók, akikkel szemben ülünk? Több oldalról érdemes ezt a kérdést is megközelíteni. Egyrészt a humán erőforrás szakmai képzése az egy nagyon fontos dolog. Tehát gyakorlatilag központilag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésének keretein belül kormányablak ügyintézői képzésekre, illetve képesítések megszerzésére került sor. Ez épp a mi járási hivatalunk esetében 45 fót érintett az elmúlt évek során. Tehát van egyfajta szakmai tudásanyag elméleti és gyakorlati jellegű elsajátítása is, tehát ez a képzésnek a része. A másik pedig egy informatikai eszközállománynak, tehát egy a modern kor kihívásainak megfelelő eszközállománynak a kiépítése és az integrálása a már működő okmányirodai hálózatokba. Tehát itt látható egy informatikai technológiai fejlődés egyrésztről, amely alapfeltétele ennek a szolgáltatás minőségjavulásnak, illetve látható a képzés tekintetében, tehát a tudásanyag elsajátítása tekintetében egy fejlődés. És itt nagyon fontos még kiemelni, ez talán érdekes lehet, én azt gondolom a nézők számára is, hogy ennek az informatikai fejlesztésnek része egy úgynevezett tudástárprogram, amely szintén, ahogy ön is említette, egy Európai Uniós finanszírozással, illetve hazai forrásokból finanszírozott, részben hazai forrásokból is finanszírozott keretek között megvalósuló projekt volt, és gyakorlatilag ez a tudástár egyfajta állandó segítségképpen szolgál mind az ügyfelek, mind az ügyintézők számára, hiszen valamennyi itt intézhető ügytípus tekintetében az összes szükséges információt, adatot és hátteret tartalmaz. Jól tudom, hogy egyébként az egységes szakmai színvonal mellett az időszakos ellenőrzéseknél rendkívül jól szerepelt a Jászberényi járási hivatal, tehát több tekintetben az országos színvonalt jóval meghaladta. Igen, ez így igaz, erről örömmel számolhatunk be. Az elmúlt időszak ellenőrzései nyomán gyakorlatilag több alkalommal is megmérettetett a Jászberényi járási hivatal, ez több osztályunkat is érintett, és szinte kivétel nélkül azt mondhatom, hogy rendkívül magas színvonalú szakmai munkáról tettek tanúbizonyságot az ellenőrzési jegyzőkönyvekben foglalt jelentések, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a mindennapok szintjén is érzékelhető lesz, és amit tudunk, természetesen megteszünk majd annak érdekében, hogy ezt a színvonalat tovább tudjuk növelni. Ugye azt hihetjük elsősorban, hogy a kedves ügyfélfogadás az, ami alapvetően az ügyfélközpontúságnak a lényege, de hát én azt gondolom, hogy ez sokkal komplexebb, az előbb említett háttérrendszer, a felkészült munkatársak, egyébként az, hogy akadálymentesen, vagy pedig hát jóval nagyobb nyitvatartási időben tudjuk elintézni az ügyeinket, ez mind az ügyfélközpontúságot szolgálja, de nyilván nem mehetünk el a stúdióbeszélgetésben sem amellett, hogy mikor mehetünk a Jászberényi járás hivatalba, tehát milyen napokon, hogyan lesz nyitva most az új rendszerint. Valóban így van, tehát itt egy megváltozott ügyfélfogadási rendről beszélünk, amely gyakorlatilag hétfőn reggel 7 órától délután 5 óráig tartó ügyfélfogadás jelent, kedden, szerdán 8-tól fél 5-ig, csütörtökön 8-tól 6-ig, pénteken pedig 8-tól 3 óráig. Ez ugyanakkor
jelen pillanatban a kormányablak osztályunknak a feladatellátását érinti. A lakosok számára talán úgy érthetőbb, hogy a volt okmányirodai helyszínen található osztályunknak a feladatellátását érinti ez. És ez így van, ahogy ön is elmondta, ez a korábbi ügyfélfogadási rendhez képest, ez egy jelentős többletet, tehát mint egy plusz 18 órát jelent heti szinten. Ugyanakkor a többi másik hat osztályunk tekintetében a korábbi, már megszokott ügyfélfogadási rend mentén szolgáljuk ki ügyfeleinket. És ahogy beszélgettünk is róla, a elkövetkezendő időszakban várhatóan 1000 fölé fog majd emelkedni azoknak az ügyeknek a száma, amelyeket a kormányablakban intézhetünk, és az mi egyéb osztályaink által elintézett ügyekből is jó néhány intézhetővé, elindíthatóvá válik ezekben a kormányablakokban, így módon az ott elindítható, illetve intézhető ügytípusok is hozzáférhetőek lesznek az ügyfelek számára, mind szélesebb körben ebben a hosszított ügyfélfogadási rendben. Na ez mindez, sok sikert kívánok önöknek a következő időszakban, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Most pedig rövid híreinkkel folytatjuk a Berényi Hírmondót.